Üdvözlünk a Parallaxis Retroverzumban! Figyelem, a műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 16 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD média bemutatja. Ez itt a Retrozabálók, az MD Media Multidéző podcastje. Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Parallaxis Retroverzumban. Ez itt a Retrozabálók 11. nyaralós része, a mikrofonnál Zurgergő. Mai témánk a nyaralások, táborok a 90-es években, és minden, ami ezekkel kapcsolatos. Csapjuk is bele rögtön, üdvözlöm két beszélgető társamat. Elsőként köszöntöm Magyarosi Istvánt. Szia István! Sziasztok! és újoncot avatunk, áthívtuk őt a Lantos utcából. Köszöntöm nálunk a szomszédokat, vagyis a szomszédot, Melon Attillát. Szia Attilla! Sziasztok! Attila, miatt még belekezdünk bármibe, illetve Attila és a hallgatók, és István, és úgy mindenki, miért belekezdünk bármilyen Attila egy pár szóban esetleg, hogyha elmondanád nekünk, és természetesen csak jót várunk, hogy milyen érzés itt nálunk a retrozabálókban. Igen, lényegében kettő perce vagyok itt köztetek, úgyhogy még egy kicsit várjunk erre. Szerintem majd az adás vége felé, hogyha újra fölteszed ezt a kérdést, akkor tudok rá válaszolni. A nyaralás és a táborozások a téma, úgyhogy elsőként rögtön dobom a labdát nektek, aztán majd szépen egymás közt elpattogtatjátok, hogy nektek alapvetően milyen emlékeitek vannak a nyaralásokról a 90-es években, és a korai 2000-es években, de ha nagyon öregek vagytok, arra a 80-es évek is jöhet. Nálam a nyári táborozások, az fantasztikus élmény, halmaz. Egyrészt sokkal korábban kezdtem, mint általában a többiek, mert hogy én pedagógus gyerek vagyok, és mikor még elvileg nem lehetett volna táborba menni, én már ugye akkor is jártam anyukám osztályával, meg hasonlók ilyen nyári táborokban, sőt még osztálykirándulásokra is, bár nem ez a mai témánk. És hát rengeteg, tehát a, főleg az általános iskolai időszakra visszavetítve, ami nálam mondjuk a 87-95-ig időszak, Hát azt mondom, hogy minden. Minden érzelem benne van ezekben. Tehát a nyaralás, szabadság, fiatalság, románc, zene, meg így a jövőnek a megalapozása. Egyébként borzasztóan visszahallom magam és zavar. Na erre mondaná Ádám azt, hogy ezt most vághatatlanná csináltad, király vagy. <laughs> De ezeket a nyaralásokat, tehát hogy mondtad, hogy ilyet pedagógus gyerek vagy már, mint, hogy nyilván nem te vagy pedagógus, hanem a szüleid. Édesanyám, igen. Édesanyád, hogy akkor ő effektíve vitt téged nyári táborba? Ő mindig ment ilyen tábori felügyelőnek, apukám mindig ment vele tábori felügyelőnek, hát most mi legyen akkor a gyerekekkel, hát mi is mentünk táborozni, persze. És hova mentetek általában, mi volt a helyszín? Nálunk relatív fix volt a táborozás, mert hogy az iskola alapvetően kettő helyre járt, de mind a kettő balazon fenyvesen volt. Az egyik az a megyei tanácsnak az üdülője volt, illetve ahova később jártunk, egy, mit két-három évvel később költöztünk át oda Balatonfőm és másik végére, az pedig a Pécs városnak volt a gyerektábora. Hát Balatonfenyves. Tábor, te ugye ott outsiderként voltál, mert hogy te nem tartoztál, gondolom, az osztályközösséghez, tehát itt te, mint gyerek, hogy te is ugyanúgy részt vettél a programokban, ha voltak -e egyáltalán programok? Mert ugye ezek a táborok sokszor erről is szóltak hát mindig voltak programok, de természetesen részt vettem ezekben, meg egyébként volt nekem egy olyan kis sorozatom, hogy én ahányszor voltam táborba, engem ott van balesetért. És egyébként nem voltam egy ilyen balesetes gyerek, hogy fáramászik, mászik, leesik, de táborba mindig. Például? Lábújtörés az, az állandó volt. Az egyik kedvencem az, amikor nem tudom, biztos megvannak nektek ezek a balatoni csúzdák a vízben, ugye több elemből összeszerelve ilyen egyszerű kis csúzna, és például, hogy a két elem az nem egészen volt összehúzatva, ott a csavarok és be akart a lábujjam, úgy mentem le, hogy a lábujjam volt elől, úgy értem a vízbe, hogy a lábujjam volt hátul, és ilyenek aztán, hogy hívják ezeket, ilyen víz, vízforralóval ment a meleg víz, hogy milyen ez ilyen boiler, és nagyon föltekerték, ugye, hogy minél kevesebbet ö, használjunk abból a vízből. Akkor az már ez nem a Balaton, nem a Balatonban volt a boiler, az én Ez nem a Balatonban. <gül> <gül> Igen. És így konkrétan sikerült úgy leforráznom magam, hogy például 12 éve fiatalabb a bőr a bal vállamon, <laughs> Úgyhogy ilyen, ilyen apróságok voltak. Én már nagyon jóban voltam a végére a tábori orvossal. És ezeket a bénázásokat otthon nem csináltad be, csak a táborban voltál ilyen tehetséges? Képzeld el, valahogy ez, ez mindig a táborra koncentrálódott. Most vagy bolatonfegyver is hozta ki belőlem, vagy a távol lét az otthontól, nem tudom. Vagy a szüleid figyelmét szeret, féltékeny voltál a sok gyerekre, ugye, hogy ott édesanyád, mint felügyelőnek foglalkoznia kell az ott lévő, nem tudom, hány gyerek volt egyébként az a táborban, aki úgy... Hát tettem... most úgy emlékekben megpróbálom összeadni, szerintem ott egy olyan húsz szoba lehetett, és 6-8 ágyasok voltak. Húha, oh, most össze kell adni, mi? Szorozni? Ajjajjajjaj. Ajj, ajj. Jó, tehát akkor 6-8 ágyas szobák, akkor számoljunk egy hetes átlaggal, volt mondjuk 20 szobak, akkor 140. Na, István, neked gyerekként valami? Mert akkor, még, akkor most ezek gyere, ezek gyerektáborok ugye egyelőre még. A 90-es évetekben melyik volt felnőtt? Megmondom őszintén, nem és ismertem nagyjából ezt a fogalmat, tehát nálunk, mondta, hogy már többször beszéltük, én Nagyváradon nőttem fel, ott valamilyen oknál fogva nem volt divatja ennek az iskolai táborok, tehát nem, nem létezett ez, a, ez az intézmény, hogy így mondjam. Mi felénk, ami volt egyedül tábor, azt általában valamelyik egyház közösség szervezte, tehát ilyen nyári táborok, és a kellemesen vallásos jó gyerekeket ottan hajlandóak voltak elvinni, én nem tartoztam ezek közé, tehát azokat is skippeltem. Mondtam, annyit nem ér az egész, hogy én nekem imádkozni kelljen a reggelinél meg a vacsoránál, úgyhogy inkább nem megyek táborba. De hogy iskolában ez nem volt. Tehát, hogy én még itt Magyarországon ismerkedtem meg a tábor, úgy, úgy közelről ez a táboros történettel, miután ide költöztem, és a gyerekeim elkezdtek itt iskolába járni. Tehát addig számomra ez az egész táborozás az, az ilyen, az ilyen sci-fi volt. Tehát, hogy, hogy láttam filmeket róla, hogy van ilyen, és mondtam, hogy ezt nem hiszem el, tehát ilyen nem létezik. Ezek szerint létezett, csak valahogy valahogy mi kimaradtunk belőle ott azon a környéken, ahol, ahol én láttam. Hát olyannyira létezett, hogy ugye itt a kis hazánkban ugye az úttörő táborok is léteztek, ami ugye az úttörő mozgalom a különböző országokban létező, a kommunista párt által működtetett gyermekszerzetek gyűjtőneve volt. Kommunizmus riadó és ezekben az úttörő táborokban, mert ez inkább azért, mint az, az ömele, valószínűleg a... a, a a 70-es 70 években volt, de ugye egyes korosztályok között, csak hogy neked István, hogy komoly hierarchia volt, az általános iskola alsó tagozatosok voltak a kisdobosok, a felsősök az úttörő őrsök vagy a rajtagjai, a középiskolások voltak az ifi vezetők, és a raj vagy úttörő vezetők pedig a párt iránt elkötelezett, felnőttekből kerültek ki. Egyszerűen fantasztikus, és akkor itt a kommunizmus, kommunizmus riadót be is kapcsolhatjuk nyugodtan, mert hogy ez... Szocializmus, itt... de hogy ez volt nálunk is, és én megkaptam, tehát nekünk, hogy nálatok hogy volt, nálunk a, nekünk pioníroknak hívtak minket, és én meg is kaptam mink kis nyakkendőn volt, és még emlékszem, hogy ez hát az ilyen gyönyörű szép... Nálatok milyen színű hát volt? a román zászlónak a piros-sárga-kékje, tehát hogy azt képzeld el, ilyen kis kendőcskébe egy ilyen pici piros sárga Ugye, aki esetleg nem tudja, ez a kommunista országokon belül változó volt. Hát, mit tudom én Szocialista, én am... tehát addigra már ne, ne, ne komcsizzuk le a szocikat. A <laughs> Vicces volt, hogy, hogy én megkaptam ezt, beléptem, azt hiszem 88 vagy 89 elején, Lettem én is tagja ennek a, és kaptam el a kis nyakkendőmet, és akkor 89. Decemberében volt a forradalom Romániában is lett vége a dolognak, és ö, édesapám is 89-ben lépett be a pártba, és abban az évben szűnt meg, tehát, hogy nem hoztunk jó, jó nagy szerencsét a pártnak, hogy mi is oda beközel kerültünk. De lehet, hogy így járultatok hozzá a Csaucsescu diktatúra bukásához. Bocsánat, ahova ki akartam lyukadni egyébként, az, hogy ugye itt a blokk minden országában, az úttörő, pionír, mindenhol meg volt ugye a neve, a mozgalmakban más színe volt ugye ezeknek a nyakkendőknek, Mit tudom, azt az NDK-soknak német volt, a lengyeleknek talán piros-fehér két színű, szóval, hogy ez, tök változó volt. Hát szerintem a nemzeti trikoló, vagy a, nagyjából a színeit valószínű használták fel ilyenkor. Legalábbis nálunk ez volt, gyönyörű szép piros-sárga kék volt a, a és egy kis fehér műanyag, nem is fehér átlátszó műanyag gyűrű volt így szépen ráhúzva, és akkor úgy abban feszítettünk, emlékszem még, és nagyon büszkék voltunk magunkra, hogy minket is bevettek annak ellenére, hogy magyar ajkúak voltunk, befértünk a történetbe, de nem tartott sokáig. Úgyhogy nem élvezhettem ki, nem jutottam el soha ilyen úttörő táborba. Bedölt az egész 89-be, és... Én hasonlóan jártam egyébként, mint az István, hogy én kisdobos voltam, és amikor úttörő lettem volna, már nem volt úttörő. De igazából, nem tudom, ez máshol hogy ment nálunk, teljesen mindenféle átmenet nélkül ment, hogy ami addig a kisdobos úttörő tábor volt, azután a a gyermektábor volt. Tehát igazából mi gyerekként ebben nem éreztünk differenciát. Hát esélyes, hogy utána ott tartott. Tehát ahogy mondtad, hogy a fenyvesen is a műfáz, vagy melyikben, vagy a művizéhez kapcsolódott, az önkormányzati valamilyen szoc üdülőben, tehát alakították ki majd utána az ilyen gyerektáborokat is. Tehát hogy nem... A tulajdonos valószínűleg ugyanaz volt, meg az üzemeltető, meg a konyhás néni 89-ben is, mint 92-ben. De most már azért nincsenek úttörő táborok, már van szarok az utak, hogy már nélkül is kátyusok. Na mindegy, ezt hagyjuk szerintem. Nem kell törni. Pedig azért vicces tábor lett volna, egy ilyen úttörő táborba, ugye elképzel? kényszermunkának hívnám, de hogy is sokkal, sokkal pacifistában az építőtáborok ilyesmiről szóltak. Ugye 1975-ben az a bizonyos zánkai úttörő a, 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 amit gyakorlatilag zánkát is úttörő falunak vagy úttörő településnek hívták, hogy egy 30 holnyi területet... Most már gyermek gyermekváros. Várjuk. Igen, egy 30-30 holnyi terület volt. Ott jártatok? Mondjuk nem tudom, hogy ez Istvántól mennyire fel de azért őt is, de már rögtön mondja, hogy nem. Attila, te voltál a zánkai. Pedig látod, ott járhattál volna, mert hogy ott aztán mindenféle ilyen afrikai kommunisták, dél-amerikai... És, és, ő mióta afrikai kommunisták? Mondom, mire beléptem, mondom, mire beléptem megszűnt az egész történet, tehát, hogy ez Igen, volt tehát, a probléma. Oda hordtak egyébként mindenkit az egész világról. Az afrikai úttörő István nem volt ott, de te voltál, Attila? Akkor, amikor már gyerekfalu vagy gyerekváros volt, tehát amikor még úttörő tábor volt, akkor nem. Mondom, tehát nálunk magának a városnak is, meg a megyének külön úttörő meg, meg gyerektáborai táborai voltak ugye, a későbbi időben, tehát nem osztoztunk ezen az ánkai dolgon, én úgy tudom. De akkor jártál az ánkaiban? Még akár később is, amikor gyerekfalú volt. igen, felnőttként jártam ott. Ja, hogy felnőttként már? Tudod, azóta rengeteg rendezvényt hasonló tartanak ott, és azért ilyenkor meg lehet felnőttként is fordulni egy ilyen gyerektáborban. Hát amúgy is nyilván meg lehet gondolom, csak mert ugye amikor ez az egész átalakult, hogy átnevezték gyermektáborokra, vagy minden szar. Én például akkor voltam, tehát én nem voltam se kisdobos, se nagydobos, se úttörő, én nem bántottam az aszfaltot, semmi ilyesmit, de a gyerektábor részben, amikor már ezt így, hát nem tudom, nekünk nem volt se se semmi, hanem oda effektíve ilyen tábor volt. A mert fiatalka vagy. És lehet. És Csillebércen esetleg? Én Csillebércen kirándulni voltam, de az is már középiskolában volt. Azon viszont még akkor is nagyon jól átjött a a korszellem. Sőt, várjál, nem, kétszer is voltam. Igen, egyszer általános iskolában is voltam osztálykirándulni, úgyhogy Csilebércen aludtunk. Minket nem vittek érdekes módon Magyarországra osztálykirándulásra. Most így belegondolva, belegondolva, be is vagyok sértődve ezen. A mai fiatalságot meg kell mondjam, hogy tehát Nagyváradon például ugye egész általánossá vált, hogy, hogy elkezdték hordani tehát most már járnak rendszeresen, főleg akik magyar nyelvű iskolába járnak, járnak rendszeresen Magyarországra mindenféle kirándulásokra. Meg még tábor is van, pont a sógornőm mesélte, azt hiszem tavaly volt a, a két unokahugom egy olyan oké okay, református egyház által, de egyház által szervezett nyári táborban, ami tehát ők itt élnek, vagy itt, ott Romániában élnek, de hogy ide Magyarországra volt szervezve. Tehát most már ez így, ez így, kialakult, mi időnkben ez nem volt. Mi időnkben ott a román tájakon kóboroltunk, leginkább erdély. Tehát nem vittek minket messzire, tehát nem volt ez a, hogy lemenni a román tengerpartra. Pedig azt élvezted volna. Biztos voltam gyerekként szülőkkel, de még nagyon kicsiként, tehát a 80-as években. Tudom, hogy akik azon a környéken, tehát a főváros környékéről, onnan azért azért vitték a gyerekeket, tehát voltak ott is szerintem hasonló megmozdulások. Valahogy mi nagyon itt a periférián voltunk közel a magyar határoz és kimaradtunk ezekből. Tehát nálunk az osztálykirándulás volt a, a jellemző, de az volt, az volt rendszeresen, a, tehát az, az, az éves szinten volt legalább egy, szerintem már ötödikte vagy hatodiktól kezdve ez az ott de leginkább sátorozós, tehát ott nem volt arra nagyon lóvé, hogy akár csak egy faházikó legyen, vagy egy, egy ilyen bérelhető falakkal, tetővel rendelkező valami, hanem sátor, aztán gyerek túléli, nem probléma. A g nem is kérdezem, mert ő nagyon fiatal. Én meg nem tudom, nálatok volt ez a jelenség, amit nálunk építőtábornak hívtak? Hogy ilyen négy-hat órába dolgoztál nyári munkába, és akkor egyébként meg, meg lehetett locsonni a tóba, este föllépett a bikini. Nem. Nem, <laughs> nem volt nem. semmi hasonló. Nem volt semmi Nekem hasonló. Nekem az a vicc, nálam. hogy az összes ilyen... Az összes ilyen kommunista vagy, vagy posztkommunista, szocialista ezért cucc kimaradt. Tehát se úttörés, se építés, se kisdobos, semmilyen cucc nem volt. de túl fiatal voltál hozzá, hát az 90-ben véget ért. Hát ezért voltam én 80 es években is gyerek, tehát de a tábor helyeken voltam, de semmilyen ilyen, ilyen, ilyen a pár dologban nem vettem részt. Nekünk már ez nem volt. Tehát valószínűleg én pont már abból a generáció voltam, ez, ez már... Ez nem volt a jellemző. Jó, mondjuk én is csak kisdobos voltam, ugye? De én ezzel az ilyen a pár dologgal nem találkoztam. Hát csak énekeltetek ott valami szépet. Hát mit tudom én. <laughs> nem, nem hiszem. Nem de nem hát mi, mi énekeltünk, de az, is, az, az iskolában. Tehát azt tudom, hogy az nálunk az 89-ig az divat volt a, a himnusz szépen elénekelni. A pártfőtitkárunknak a fotója előtt, úgyhogy az volt éneklés, de szigorúan az iskolában akkor énekeljetek úttörő dalokat. Azt nem ismerek, mert nem voltam úttörő. De megbeszéltük, hogy úttörő egyikünk se volt, de azért úttörő dalokat már, már hallottunk. Énekeljük. Isten keze súg a Nézd meg nyugodtan. No. Hát annyit ismertem én is, a mintamókus fenn a fán az úttörő olyvidám. Ezt így hallottam, de... Én nekem a második, második készt, az a mintamókus vidám, az már nem ugrott be. És ajkáról lese, nem tudom, halanó óta, vagy valami ilyesmi. A kisebb fogyan óta. Ja, ez a kisebb fogyan ez Ezt Tehát Belon, hát te tudod a dolgot, és nem nyomod be nekünk, hát performanceban. Generáltatja az AI-jal, mindjárt lesz, három perc, és lesz belőle egy. Nincs az Isten, hogy én itt tudtam, hogy a dolgokat Imád szerepelni, és akkor itt a lehetőség, hogy nyomast érted, itt világ karrier csináljál másodjára, és akkor basszus, hát kihagyod ezt a sztori. Na no, de ugye nálunk nem csak az a klasszikus táborosztatás volt, hanem ugye István kedvéért ugye szocialista országokban, ugye volt ez a bizonyos, volt ez a bizonyos szotüdülés, amiről talán hallottatok is, ugye ez 1940-ban alakult ez a szakszervezetek országos tanácsa, rövid szot, ez egy dolgozói szakszervezetek tömörítő egy párt rendszer szerű, egyetlen munkás érdekvédelmi szövetség volt elméletileg. Aminek ugye elvileg az lett volna a, az ideológia, hogy a hatalom a dolgozók kezében, és a munkások jogaiért állt ki Elvekben, de valóban igazából nem erről szólt, hanem az öt éves tervről, meg az összes ilyen marhaságról, de egyetlen egy előnye volt annak, hogyha valaki ugye belépett ebbe hogy szakszeti tagságként, vagy tagként szakszereti beutalót kaphattál, és filéreké mehettél családost túl nyaralni. Bocsánat, olyan nagyon nem tudtál te válogatni, hogy belépsz a szakszervezetbe, vagy nem. Igen, igen, igen. Nem. Hát, úgy, ez úgy volt, hogy először egész kevés tag volt, aztán hirtelen egyre többek lettek, és bár ez önkéntes alapú volt, de mégsem. Hát mint minden abban az időben, tehát minden önkéntes alapon történt, csak szóltak, hogyha nem voltál eléggé... Önkéntes. Eléggé önkéntes, igen, tehát hogy nem lendítetted a kezedet elég gyorsan, amikor megkérdezték, hogy akkor ki szeretne. Ez itt is megvoltak ezek a szótüdülők, vagy ehhez hasonló ilyen, ilyen pártjellegű üdülők, és nagyon sokáig kitartottak, csak utána átvette őket a államaparátus, addig is az övék volt. Hát szerintem. addig is az övékje volt. Igen, csak utána már a demokráciában is léteztek, és még emlékszem, hogy a 2000-es évek elején elmentünk, nem is a közepe környékén, elfenéket, 2010-el volt múlva, már a gyerekkel voltunk lent a román tengerparton, meg a párommal, és néztük, és még találtunk olyan hotelt, amelyiken úgy látszott ez a, ez a történet, hogy az még abban a, az még a, a, abszolút a kommunizmusban épült, és volt ismerős, találkoztunk vele, aki mondta, hogy az egyik ilyenben van megszállva, szinte ingyen kapták a szállást, és még kaját is hozzá, tehát hogy tényleg bagatel volt. Csak amikor kívülről ránéztél, az az érzésed volt, mint a valami ilyen rossz Hitchcock filmből szalajtották volna, tehát nem tudom, 10-15 emeletet képzelj el, bedeszkázott ablakokat, és madarak repkednek körülötte folyamatosan. Tehát, és nem érted, hogy ott... Kesejük! Hát nem keseljük, de hogy nagyon nagyon, nagyon furák voltak. A, a, tehát nem úgy nézett ki, mint ahol ember meg lenne szállva, de meg voltak szálva, tehát, hogy... Meg voltak szálva, meg van szállva. Gyönyörű, imádom. De ugye a 2010-es években is ez még működött, és még mindig lehetett kapni, és még most is adnak nyugdíjasoknak ilyen régi megmaradt üdülőkben viszonylag olcsó ilyen beutalóknak most hívják, azt hiszem ezeket ilyen nyaralási, vagy nyaralási jegyek, ha, valami nagyon fura nevet találtak ki neki, de hogy még most is el lehet jutni ilyen helyekre, aki nosztalgiát is szeretne, olcsó pénzből ez a Romániában meg tudja tenni. Egyébként itt szeretnék visszautalni ugye egy másik műsorunkra, a Lantos utca 8-ra, ahol beszélgettünk ugye vágási ferjék szót üdüléséről, és akkor ott belekeveredtünk egy ilyen, hogy vajon mire volt elég 200 forint annak idén is pont most találtam hozzá anyagot, akkor persze nem, és ebben az anyagban az volt, hogy az ilyen szótüdülőknél is kellett valamennyit fizetni, ez konkrétan ott a riport mondja, hogy 15 forintot kellett fizetniük egy éjszakára per fő a szótüdülőben, tehát azért a 200 forint relatív so, sok, volt, vagy sok időre elég volt, és ebbe benne volt a kajájuk is, illetve lehetett ott főzőcskézni. Azt egy kaja volt benne, valamennyit főzőcskézhettek. Ekkor viszont a Balatonon egy nem szótüdülő, az került 200-255 forintba per ész. A vágási feriék, az ezt tegyük esít az egy. ők nem szott dűlőben voltak már. Az egy vállalati üdülő volt, de az, az bizony szott, az egy kutya. Minden réteg képviselte magát, tehát ott volt a szótüdülőkben, és aztán később inkább a középszintű vagy az alacsonyabb jövedelemmel rendelkezők vették csak igénybe, mert a, egyszerűen a 80-as évekre egyszerűen tarthatatlan volt már alapvetően a szótüdülő rendszere, illetve a vállalatüdülők férőhelyen növekedése és színvonalok emelkedése miatt a szótüdülők egyre kevésbé voltak népszerűek, pedig próbálkozott a szott akkor is mindenfélevel, tehát gyógyüdültetés, felnőtt üdültetés, nászutas üdültetés, mindenféle franckarikával próbálkoztak, de ugye ez a vállalati üdülés, ez ö, elvette a szott, tehát tért nyert a szotüdülőkkel szot szemben, pedig nagyon olcsó volt, tényleg, amit te is mondasz, én például ezeknek az 70-es adatot találtam, ott például egy idülőben egy nap teljes ellátásért és háromszor étkezést jelent, az 1970-ben 15 forintot kellett fizetni. Ha ezt mindez önköltségi áron szállodába szeretted volna, akkor az 50, illetve 75 forintba került volna, és abban még nem volt benne a kaja, hanem csak simán max egy üres főzelék. Tehát ilyen... Viszont ez most érdekes, amit mondasz, mert ugye te 70-es évekről beszélsz, én a 80-as évekből láttam erről egy interjút, illetve adatot, és ugye a nek az ára az ugyanaz, amit te mondtál is, tehát ez a 15 a forint, volt viszont, infláció abban viszont a hotelár, ugye amit te mondtál, az 70 forint körül volt, amit viszont már én láttam, az már ugye ez a 200-250 forintos vonal. Hát itt, ha, ha összenézzük ugye az, hogy fejenként, az nagyjából ugye kajával minden együtt a hotel, az 90-100 forint körül volt, míg ugye ezt a szótüdőből 15 forintból hozták ki. Tehát, hogy igen, amit mondasz, hogy a szállodák, azok, emelkedtek, de a szot az tartotta az árát ezek szerint. De hogy még egyszer visszatérjek arra, tehát a vágási ferék már vállátidülőben voltak. Ti jártatok ezt szot és vagy vállalati Én egyszer. Az mi volt és hol? Hát, ez szintén Balatonfejvesen máv. Üdülőbe, mert édesapám pedig a mávnál dolgozott. Ugye. A kis kivételezett gyerek, hallod? Egyszer, izé. Ö, isten igazából nem nagyon volt arra szükség, hogy mi most ilyen ottávós dolgokat rendezünk. Egyrészt ugye ez a táborozás ez körülbelül minden évben megvolt, illetve ugye akkor a máv dolgozók és a családjai azok ingyen utazhattak. Apukám igazgatóságon dolgozott, tehát még mi ráadásul ilyen első osztályon is utaztunk, és simán reggel fölültünk a vonatra, elmentünk arra a Balatonparti településsel, amivel éppen szimpatizáltunk, ott fürödtünk egyet, este mit tennünk, benyomtunk még egy lángost, esti vonatra visszaültünk, és hazamentünk Minek? Hát nem tudom, mert a nyaralás feeling az csak úgy van, hogy tényleg, hogy ott lecucolsz, és akkor ott az, tehát gyerekként azért az úgy mindig más, nem? Vagy nem? Nem tudom, nekem ez az ottalvás, ez soha nem volt ilyen must have ahhoz, hogy most az jó legyen. Lett volna, must have lett volna, csak szülőmentesen. Azok úgy érdekesek voltak, tehát nálunk az osztálykirándulás az, az volt. Jó, de hát itt azért egy kicsit nagyobb korról beszélünk inkább jellemző volt a 80-as évek, amíg kicsi voltam, utána ezek ugye elmaradtak, ezek a, ezek a szülővel menni nyaralni történetek, ilyen családi nyaralások. Nagyobb lettem, akkor elkezdtek lepasszolni falura. Tehát nekünk ott volt, szüleim azok falun voltak, a nagyjából főleg édesanyámnak a rokonsága, azok mind faluról voltak, és akkor oda lettem kihajítva egy-két-három hétre. Az kvázi olyan volt, mint egy nyaralás. Szüleim nem voltak ott, az uncsitesókkal tök jól el voltunk, ez ilyen, nem tudom, 10-től 14 éves kor, vagy még vagy 8 től 14, tehát ebbe a periódusba volt az, hogy oda letettek. Nagyon még nem voltak a kervárások velünk szembe, úgyhogy reggel felkeltünk, megkajáltunk, aztán szaladtunk ki a mezőre, vagy ki a, a folyópartra hülyelkedni. Tehát, hogy az volt egy ilyen... Nálunk nincs a közelben olyan tó, amelyik, mint a Balaton, hogy ottan ki lenne építve, vagy lenne bármilyen infrastruktúra, és ott lehetett, lehetett volna fürödni, vagy ilyesmit csinálni, mert a folyópartok voltak a, az ilyen nyaralós helyeink. Hát ahova lepasszoltak, már mondtad, hogy lepasszoltak. Hova passzoltak? Igen, 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 igen. Tehát ottan körös tárkány, belényes mellett, hogyha ez énekes sokat mond. Nem, de hát ha valakinek igen. Hát biztos, szerintem itt tömegével van. Hát jó, meg, meg, ha, meg, akkor át tud keresni a jó ember. Hogy igen, igen, a, igen. A... Ott nekem belényes mellett, volt, Gyerekként, amikor szülőkkel volt, ott már mondtad, hogy az még, amikor még kicsi voltál. voltunk párszor, párszor voltunk a tengeren, tehát a román tengeren, ott az nagy valószínűséggel ilyen szótüdülő jellegű, vagy ilyen vállalati valami lehetett, de arról viszonylag kevés, nagyjából nullához konvergálnak az élményeim, ez itt ott a, nem tudom, három, négy, öt éves koromba történt, én meg gyorsan felejtek, hogy már beszéltük, nem gyűjtök semmit, az emlékeket sem nagyon, úgyhogy nem tudnék felidézni arról ilyen konkrétumot, meg uh, mikor nagyobbacska lettem, és még voltunk így, ilyen, ilyen családos uh, nyaraláson, az leginkább a, a hegyekbe. De szerencsére itt Bihar megye, vagy a környező megyék, tehát nagy várattól legyen, tudom, is én óra másfélre fel tudsz menni a Bihari hegységbe, és nagyon jó kis táborozó helyek vannak. Ott voltunk olyanban, hogy lakókocsi fent a hegyen már, tehát ez úgy ért, hogy ezer méter fölött. Tehát nálunk onnan indul a hegy. Szegény kékes. Nem nagy képüsködésből mondom, de olyan, olyan nézé, fura volt, amikor itt mondták Magyarországon, hogy hegy, és akkor hol, és mondták, hogy ezer méter, hát na, ne hülyéskedjél már. Hát, hogy az, 2014, jó? Na. Az nem hegy, az még domnak is kicsi, de, hogy, de ez csak arcoskodás. Tehát, hogy nálunk viszonylag könnyen megközelíthető. Most le van hogy az István vérét szívjuk, ugye? Nem, nincsen, nincs. csak Ádám mondta, <laughs> hogy az már az gáz, hogy mindig engem. Jó, mert azért ezek után... Ezért jár, tehát ez most kontra. Hogy csak úgy el, elmondjam, az is mondjuk egy osztálykiránduláskor történt, ott már csak... Akkor nem mondd Nem is osztálytársakkal kirándulás. 99 szerintem be voltunk, tehát ott már 18 19-et betöltöttük, mind úgy mentünk fel mindenféle felnőtt, egyéb felnőtt nélkül a hegyekbe, az is másfél óránnyira nagyvárattól, hogy megmásszunk, mert a, a, a nyugati Kárpátoknak a legmagasabb csúcsa az 1848 méter, a nagy biharnak hívják. És mondtuk, hogy na megmásszuk azt a csúcsot, és elindulni a csúcsmászásra lent a völgyből indultunk 1400 méterről. Tehát csak arra felmondom, hogy akkor úgy értsétek a hogy mik az, mi az, hogy hegy, és akkor honnan. Tehát, hogy odaig felmentünk autóval, ott táboroztunk. 1000 méter vagy 1800, az már annyira semmi, ne Ideges Nem, de hogy tudunk. nem tudunk, nem, annyit nem tudtunk volna menni. Tehát azért 800, 800 méter emelkedő, annyira nem voltunk fickósak, de valahogy ott az aranyos völgyének hívják, és akkor ott táboroztunk, azt onnan felmásztuk, megmásztuk a, megmásztuk a, hegyet. Azért az megmaradt bennem, egy nagy élmény volt, mert lent 28 29 fok volt fent 10 fokban azt hittem, hogy lefagy mindenem, mert nem vittem magammal semmilyen meleg cuccot. Egyértelmes osztálytársunk volt, aki kesztyűt, sapkát, meg ilyen vastag cuccot pakolt magának a hátizsákba, és kiröhögtük mind még lent a, a sátornál. Fent meg őröhögött rajtunk, hogy mondta, hogy na, akkor most kinek volt igaza. Mondtuk, hogy baszódjon meg ott, ahol van. <laughs> De hogy felmentünk, egy gyönyörű szép meteorológiai állomást láttunk, egy kopár csúcson ücsörögtünk, láttunk még másik pár ilyen kopár csúcsot, eszméletlenül fújt a szél, és mondom, volt, hogy 10 fok letakarodtunk onnan. Tehát nekem a, a nyaralások, sőt, még az osztálykirándulások nagy része is, nagy része is az ilyen, itt a, 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 itt a nyugati Kárpátokban történt. Tehát ilyen, ilyen felmegyünk a, a hegyekbe, a voltak. Tehát mi ezeket nagyon... A nem a Nem, de nem ezt, ezt, lehetett megcsinálni vonatta, hogy felülsz a vonatra, és akkor egy óra másfél ott vagy a a hegyekben. Ha a tengeren akartál ott lenni, olyan is volt nyáron, felültél a vonatra, és 14-16 órával, 18 órával később, attól függ, mennyit késett a vonat, ott voltál a, tengerparton. Én az gyerekként marhára élveztem volna, tehát én 14 órában. Jaj, mi is élveztünk szeren. vonatozni, aláírom, tehát hogy az, az, sose volt probléma, én szerettem nagyon én is. Most már kényelmes vagyok, hogy <laughs> ilyet ne élvezek, de gyerekként nagyon szerettem volna. Hát gyerekként sátorozni is szerettem és megfogadtam, hogy majd lesz gyerekem, elmegyek vele sátorozni, teszem hozzá, a nagyobbik idéntől 15 és még nem voltam soha vele sátorozni. Akkor az adást nem utas meg neki. Ő se igényli már. Tehát, hogy már eljutott abba a korba, amikor már bőven-bőven túl van azon, hogy ő akarjon sátorban aludni. Pedig vannak már önfelfújó puha matracok, mint... Az a baj hozzászokott a szállodai ellátáshoz és a megfelelő áll... Igen. Akkor ez a tevétked kész. Így. Igen, tényleg lemegusztam azt, hogy én kelljen uh, uh, sátorozni, menjek, menjek vele, úgyhogy valamit valamiért. De voltunk vele is a hegyekbe, csak azóta már ott épp kiépült egy elfogadható ja, minőségű ilyen faházak, ágyakkal, mi egymással. Vittük <laughs> a sátrunkat fel és kinőtt egy szálloda. <laughs> nem, szálloda még nincs, tehát hogy nagyon meglepő, de hogy még mindig nincsenek szállodák ezeken a környékeken. Hát nem tudom, kabannának nevezik őket, tehát ilyen faházak tulajdonképpen, több faház szépen lepakolva, de azok már, azok már összkomfortosok, tehát hogy már olyan volt, hogy van benne fürdőszoba, ami egy, egy ilyen teljes tézé Hawaii, hogy, hogy belegondolsz, amikor az képest, amikor gyerekek voltunk, hogy nem volt, nem hogy fürdő, hanem sátorozó helyen nem volt vécése. Én a nővéremmel jártam sokat, ő egy kultúrházba volt ilyen programfelelős, és mindig ugye ő szervezte ott a nyári táborokat Pécs mellett egy faluba és az ő szervezésébe is egy csomószor mentünk mindenféle ilyen mecseki kulcsos házakba. Általában jellemző volt, hogy ezekben fürdő nem volt. az jó esetben volt egy pottyantós ott a kulcsos ház mellett kint, volt két szoba, a fiú szoba, a lány szoba, aztán szevasz. Igen, de legalább volt egy potyantós, de hogy, hogy, még itt a, mi, jött a 90-es évek közepe vége felé is, még az se volt. Tehát, hogy, és sőt, még most, ha felmegyek tehát ezek, ezen a környéken, ha felmegyünk még mindig az a, az a tapasztalat, hogy a, a, a gyalogút mellett, meg úgy általában a sátorozó hely mellett, hogy bemész az erdőbe, az első 20-30-40 méteren keresztül nagyon oda kell figyelni, hova lépsz, mert tele van szorva, minden fa tövében ott van egy kis csomaghagyva. Rendesek, a, akik ott hagyják, mindig tesznek rá egy ilyen fehér zsebkendőt, vagy WC-papírszerű képződményt, hogy jelezzék, hogy na oda ne lépj. Tehát, hogy <laughs> ki vannak jól jelölve, hogy hova nem akarsz lépni. Tehát, hogy az még mindig megvan ez a... Ez gyerek a milyen romantikus. rá. És <laughs> igen, igen, nem igen. <gül> <gül> Ez nem városi kérdés, az én városi, az, az elég <laughs> erős, de hát ez a... Na mindegy, szóval ez hát az nem a mindenki bírja visszatartani egy hétig, tehát azért felmény sátorozni, azért előbb-utóbb muszáj fektetni a kábelt, és mit tudsz csinálni? Tehát, ha nincs WC, akkor... Izadod, hát ne hülyéskedj. Na, hát próbáljad, mi, mi, ennyire nem voltunk úri gyerekek, mi csináltunk barna macit, az kész, hát ez van. Annyi mert van itt, elfér még egy. Abszolút nem volt abból probléma. Azért azt tegyük hozzá, hogy Isten ugye már leszólta a kékest. Bár nem szóltam le, nem csak tudom. azt mondtam, hogy nem, 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 nálunk nem, vannak igazi hegyek. Mert ezt... van igazi hegy, nektek van igazi tenger, ugye? Nekünk se hegyünk, se tengerünk. Viszont azért volt é. egy balatonunk, illetve van egy Balatonunk, van. ami, azért, amiért azért a, a, a 90-es, még években, azért az mindig egy klasszikus és népszerű célpont volt a nyaralásban. István kedves, mikor jártál a Balaton először is milyen minőségben? <laughs> 2000, miután megvolt az eljegyzésem a párommal, 2004-ben, ha jól emlékszem, és jó minőségben. Mentünk el, mentünk el először barátokkal, egy nagyobb túrát tettünk Magyarországon, és akkor megálltunk a Balcsin is, és a déli parton. Az volt azzal a véleményünk, hogy nem értettük, hogy miért szeretnek ide járni az emberek. Tehát, hogy úgy jöttünk el akkor, hogy ennek itt semmi értelme nincs. Tudom, ér, érzem a, érzem benned a felháborodást, Gergő. Tehát, hogy nem értettük, hogy ez mérő ebben fürödni a Balatonban. Egyébként volt a Balatonnak a 2000-es években egy ilyen lefutása, amikor, amikor azért nagyon mélyen volt, mint szolgáltatások, mint vízminőség, elég sokféle szempontból. Tehát, maga az, hogy bementél a tóba, 200-300-400 métert sétáltál, mindig a térdedig ért, és iszapos volt rohadtul, és néztük, hogy ennek mi értelme van, tehát hogy miért akarsz egy ilyen tóban fürödni. Hát ott nem lehet meg az egy... Ezért. Tehát nekünk, ami volt tóval valamilyen élményünk, azok mind itt a, a, az erdélyi ilyen hegyekben lévő tavak, ahol mész három lépést, aztán már 10 méter és kalap. Tehát, hogy... Menj át az északi partra, ott ez van. De mi nem tudtuk, azért mondom, hogy mi nekünk az első, tehát abszolút ilyen nem volt egy ilyen researchünk előtte, hogy akkor most melyik partra érdemes menni, melyik partra nem érdemes menni, Balaton, Balaton, úgy voltunk vele, hogy kinéztünk egy olcsó szálláshelyet valahol, valószínűleg nem volt véletlen, hogy olcsó volt, mert nem valamelyik nagyobb, de kisebb településen egy, egy, egy házat béreltünk ki, és ott szálltunk meg, nem tudom, két-három éjszakára, és onnan kibattyogtunk a, a, Balcsira, az nem hagyott egyáltalán mély nyomot bennem, de aztán miután újra visszamentünk a Balatonra, akkor már az északi partra, mikor megvoltak a, a gyerkőcök, és de annak is már van egy hét éve szerintem, hogy először elmentünk. Tihany, meg a füred. füred, mi más. Igen, 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 igen. Na azóta, azóta, viszont beleszerettünk, tehát hogy értjük, a, meg érezzük a dolgot. Tehát nagyon szeretek a balcsira járni. Nem fürödni, hanem úgy a balcsira járni. Tehát, hogy ugye azt tudom, tudom, érezni azt a... Nem tudom, úgy az egész helyet. De főleg az északi part, ami, ami bejön. Tehát ezt meg kell mondjam, hogy az sokkal jobban kedvelem, mint a, mint a délit. Attila, te és a Balaton? Még amikor ugye a, a, a német turisták is ugye jöttek, hogy most is vannak, de ugye akkor még az. Egy... Egyébként kevesebben vannak szerintem, akik, akik vannak, tehát én dolgozom balatoni cégekkel is. Azt látom, hogy inkább akik vannak külföldiek, azok olyanok, akik már ilyen Magyarországra költözött nyugdíjasok, egyébként általában valahol a Balaton környékén vettek valami házat, és akkor eljárnak ott az ottani szolgáltató helyekre, de effektív olyanok, akik fogják magukat, és akkor most a Stuttgarti Ulf bácsi az nem fogja azt mondani, hogy na, akkor most menjünk a Balatonra, tehát ezt én egy kicsit megszűnni látom, de ugyanakkor, hogyha például ezt a holland nénit, német nénit látogatják a gyerekek, unokák Hollandiából, akkor Balatonon összejönnek egy hétre. Egyébként volt egy ilyen kohéziós szerepe, pont itt a 80-as évek környékén, ugye amikor szabaddá vált maga ez a turizmus, tehát akkor ugye a kelet-német-nyugat-német családok azok a Balatonra jártak randizni. Találkozni, meg viszont látni egymást. Így van. Úgyhogy nekem nagy szerelem a Balaton, én mindkét oldalt elsősorban szeretem, bár a, az én favoritom az, hát mondjuk az északi parton az, az inkább a Badacsony környéke, a déli parton meg majdnem ezzel szembe, ez a Balatonfenyves-Fonyód-Boglár-Lelle, tehát hogy nekem ez, ezek a részek a favoritok. Jellegzetes piros kék palma márkájú matrac. Természetesen. Még két személyes is. Az még ugye nem is gumiból volt, hanem ilyen vászonszerű, rohadt nehezen száradó, de nem csúszós, vízzel megszívja magát, anyag. Az nem nagyon tudom, nagy, nagy meg... előnye volt egyébként, hogy nem csúszott. Igen, nem csúszott, és, 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 és tényleg az a, nem is tudott, az, az nagyon jó kis matrac, viszont tényleg volt, hogy ó, ó órákig, évekig tart, hogy megszáradt. Két személyes gumicsónakok, lehetőleg fosbarna színben. Ugye az autóban, telefonba se volt mindenféle színben, miért pont a gumicsónakban <gül> <gül> és a, ezek a Balatonparti étkezések, ugye lángos, palacsinta, bambi, mit tudom én? Nem tudom, ezek mindig drágák voltak, és általában, amikor mi már, hogyha most egy kicsit eltávolodunk ettől a táborozás, hanem átmegyünk a családi nyaralások vonalára. Hát, abszolút bőven. Azért ezek mindig eléggé zsebben nyúlós dolgok voltak, és nálunk azért inkább az volt, hogy vagy ha egy napra mentünk, akkor vittünk valamit, szendvicseket, stb. Mi gyerekek kaptunk egy-egy lángost, palacsintát, stb. Tehát, hogy mi nem éreztük annak ilyen, hogy jaj, nem kaphatunk. Persze, így felnőtt fejem, már tudom, hogy anyámik meg ették közét a párizsi szendvicset mellettünk. Mi például a mai napig járunk általában egy vagy két hétre ilyen nagy családilag Balatonra, és 70%-ba mi főzünk amúgy is mi ott vagyunk tizen páran, mindig van egy, aki főzöm belőle, aztán és volt egy napi munkád, negyen annyiból el vagy, és jó teszel. Én ezt abszolút értem, mert ugye amúgy nekem is a Balaton nagy szerelem, és mondjuk fura, de nagyjából hasonló a vonal, csak nekem szemes lelle és boglár az a, tehát nekem még szemesi kicsit vissza, én imádom ők. Tehát én nekem a Balaton, én, én, engem már, ha most azt mondják, most eltemettek ott nyugodtan, tehát lehet jelentkezni, hogy már most engem ott el lehet. De én minden nyáron De voltam. Égéred, hogy nem kapálózol nagyon? Tehát ameddig hány nyugrád a földet nyugton vagy? Szóval én minden évben voltam. Tehát szerintem nem nagyon volt gyerekként sem olyan év, hogy kimaradt volna a Balaton. Nekem pont az északi part nem annyira jött be, mert nekem pont ez, engem pont az zavart, és most is az zavar, hogy hármat lépek. Az a baj, hogy nagyon zsúfolt nekem az északi part ilyen szempontból, hogy kicsi az a terület, ahol, ahol effektíven mondjuk itt lehet labdázni, nem akarok állandóan úszni. Érthető. Valószínű, hogy ha én is itt ö, nőttem volna fel Magyarországon, jártam volna ilyen táborokba, lett volna lehetőségem eljutni rendszeresen, valószínű, teljesen rá lettem volna kattanva. Nem volt, ezt ilyen 20 éves fejjel elmész, ott van egy lábáztató, mert pont azt úgy kaptuk el, hogy tényleg tehát próbáltál úszni benne, és egyszerűen bevertem a kezemet az iszabba. Tehát, hogy felfeküdtem, és akkor próbált egyet -egy csaptam előre, és megakadt a kezem a vízbe, hogy ez, nem lehet úszni, és hogy mit akarnak, miért járnak ide az emberek? Hát ebben nem lehet úszni, iszapszaga van. Mert meleg volt, és hűtötte a kis testüket. Igen, de mi ahhoz, ahhoz kiártunk a folyóhoz, ami viszont legalább, érted, sodor, meg, meg, még az is mélyebb volt sok helyen, a nagyváraton is átfolyt a sebeskörös, és azon tudtunk feljebb is menni, tehát ott voltunk többször, hogy néz felfelé a, folyás, tehát nem a folyás irányba, hanem a folyás ellentétes irányba. Van pár nagyon szép ilyen falvak között ilyen kialakult hely, ahol lelassul, kiszélesedik, tehát hogy szinte olyan, mint egy, mint egy ilyen kis laguna. Tehát nagyon jó helyekre el lehetett menni a körösre, és az legalább olyan rendes víz volt, nem volt iszapszaga, nem volt benne iszap. Jó kis ezé, homokos, kavicsos volt, mély volt, tehát, hogy, és nem értettem, nem értettem meg, hogy ebben mi a jó abban az álló vízben. De most már mondom, értem. Tehát, hogy... Mi a nyarainknak a nagy részét, tehát ugye ezt most Balaton elmentünk táborozni, tehát egy-két egy, hét egy nyárból, de ugye mi Pécset laktunk, és Mohács szigeten volt egy ilyen tanyánk, ami egyébként köze volt Dunához, tehát Dunaholtág töltés, és akkor utána volt egy ilyen sorra, ahol egyébként végig pécsiek voltak azért nem volt feltétlenül olyan nagy igényünk, hogy mi minden nap a Dunapartra járkáljunk le. Tehát azért annyi minden volt, hogy most az, hogy jó, egy héten kétszer lementünk, megmártóztunk, esetleg úsztunk egyet, fogtunk néhány siklót, az egy dolog volt, de az egyébként az erdőben marhajókat lehet csatangolni, akkor egy kicsit bejebb mentünk, akkor mindig találtunk olyan bácsit, aki elvitt bennünket egy kicsit lovaskocsizni, a másik öreg is ütött nekünk rétest, érted? Szóval, hogy, hogy azért egy kicsit más volt, és hiába voltunk a Duna közelébe, nem igényeltük azt, hogy nekünk mindig strandolgatni kell. Hármunk közül egyikünk sem tartozik a Balaton tagadók társaságában. Csak a Miklós. én nem is értettem. Igen, itt. tehát csak ő, ő nincs itt. Hát az osztálykirándulásokról viszonylag keveset beszéltünk, de az jó is, mert korhatáros lenne, úgyhogy. A legtöbb osztálykörendás az mindig olyan volt, ahol fogyasztottunk alkoholt, akkor is, amikor nem voltunk 18 évesek. Tehát, ja, hogy... meg nem érdekelne téged se ennyire, hogyha fiú osztályba jártál volna mindig. Én fiú, fió, fió, fió jártam informatikai iskola, középiskolában. Az... Én nem, de a legtöbb osztálykörendáson csak fiúk voltunk, de leszartuk, attól még inni lehetett. Tehát, hogy ez... Nem értem a problémát, hogy hol el a gond, tehát a ha nem lehet együtt inni, vagy mi? Nem, erősen 18 pluszosnak harangoztat be másokat. Igen, de az, az igen, mert én úgy tudtam, hogy úgy tudtam, hogy hogy a hogy 18 éves kor alatt illegális alkoholt fogy, vagy legalábbis adni a gyereknek inni, tehát hogy... Nem tudom, a román szabályokat nem ja, is Ja, lehet. Azért, hogy Magyarországon is nem nem szabad még 18 év alatt a, ki vannak írva így a boltokba, vagy a, itt az alkoholos lófaszba, hogy nem ad, nem szolgálják ki 18 év alatt, tehát hogy... Na jó van, most ha ne trollkodjátok szét, tehát... Maradtunk bennünk egy csomó minden, de nem mondjuk el. Én egy kérdést is föltennék, még, mert hogy azt nem mondtuk, hogy ugye csak Balaton meg hasonló. Itt nem szokás, itt csak Gergő szabad kérdezzen. Első külföldi nyaralások. Körülbelül ebbe az időbe voltak ugye mindenkinek, akik ilyen szocialista országban nőttek föl. Első külföldi nyaralásotok meg volt? Vagy Jugoszlávia. Ebbe az időszakban esett? valamikor a 80-as években, Jugoszlávia. Miután át lehetett, át lehetett menni Magyarországra viszonylag normálisan, tehát a 2000-es évek. Addig nekem nem volt külföldi nyaralás, tehát még a 90-es években Nekem sem egy 94-es olasz nyaralás volt egyébként az egyik kedvencem, ahol édesapám, aki egyébként nyugati nyelveken semmit nem beszélt, másfél órát tárgyalt egy német emberrel, elvileg németű. <laughs> Ez azóta egy családi szálló, igen, másfél órán Hát ennyire, hogy sön, sön megértette ez ezzel a fickóval. Ez volt az egyik kedvencem. Első külföldi tengerpartlátás 94-ben. Bennem nem maradt más. Ez pont elég is, és bennünk sem marad most már más, csak egyetlen egy dolgunk marad, hogy elbúcsúzzunk tőletek. A retrozabálok 12. részében marad a nyár, bár a nap majd eltűnik egy kicsit, tartsatok akkor is velünk. Mogyorosi István, Melon Attila és minden kollégám nevében köszönöm a megtisztelő figyelmet, további kellemes podcast hallgatást kívánok, és ne felejtjétek, hogy a hiba azért vannak, hogy elolvass őket. Sziasztok! Sziasztok! Nem volt elég az időutazásból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokol a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.